Elhagyja a kijelölt parkolóhelyet ez a piros autó a pécsi Marosvásárhely utcában. Éppen a parkolás a sok autó okoz gondot az itt élőknek. A terület önkormányzati képviselője azt mondja, az utcában egyirányú és kétirányú forgalom is van. A felfestett egyirányú részen nincs gond a parkolással most már. Ugyanakkor az utca keleti szakaszán pedig ott kétirányú közlekedés zajlik, tehát mindkét sáv az forgalmi sávnak számít. Éppen ezért itt a parkoló autók, azok meglehetősen olyan parkolási helyzetet teremtenek, az utca mindkét oldalán parkolnak, kapubejárók előtt megállnak a szembelévő oldalon, és emiatt nagyon sok lakossági megkeresés érkezik hozzám, mint a terület megválasztott képviselőjéhez. A pécsi városüzemeltetési cég részéről felmerült az ötlet, hogy a kétirányú szakaszt egyirányúsítanák. A képviselő szerint erről meg kell kérdezni a területen élőket. Ilyen döntést nem lehet meghozni környező utcák, illetve az ottani lakosság megkérdezése nélkül, hiszen vannak, akik ebben érdekeltek, megint másoknak mások a közlekedési szokásaik, tehát egy nagyon pontos képet kell kapni arról, hogy mielőtt bármibe is belevágnánk, hogy mit szeretnének az ott élők. Éppen ezért egy igényfelmérést indítottunk itt a Marosvásárhely utca keleti szakaszán és a két szomszédos utcában, amelyben arról kérdezzük a lakókat, hogy szeretnék-e, hogy egyirányú legyen az utca, és hogyha igen, akkor pedig melyik irányba szeretnék, hogyha az egyirányú közlekedés megtörténne, és akkor ezáltal ugye ezek a kijelölt várakozóhelyek felfestésre kerülhetnének. Barkóczi Csaba szerint egy régi parkolási probléma lecsapódása, ami kialakult Ispitalján. Az autók elhelyezésére, a belváros közeli utcák tehermentesítésére hatásos megoldást kell találnia Pécsnek. A valóságban a megoldást, az igazi megoldást az jelenteni, hogyha nagyobb parkolóházak vagy parkolóterületek létesülnének a belváros frekventáltabb pontjain, hogy azok az ide munka, ügyintézés, egyéb céllal város különböző részeiből vagy a környező településekről érkezőket fogadni tudják, és akkor nem Ispitalját, illetve a belvároshoz közeli egyéb városrészeket terhelni ez a típusú forgalom. A Marosvásárhely utcában mintegy 40 háztartást érint közvetlenül a parkolás ügye. Azonban ténylegesen a pécsieket, baranyaiakat is, hiszen a közelben van a gyermekklinika, ahova sokan érkeznek autóval, de vannak itt még különböző intézmények, hivatalok, iskola, óvoda, ahova szintén el szeretnének jutni akár autóval az emberek.